Pénteken itt a Városháza dísztermében rendezte a Szép Magyar Beszéd című verseny megnyitóját a szervező Kazinczy Ferenc Gimnázium. Az intézmény 51. alkalommal hirdette meg a magyar nyelv ápolását megcélzó, méltán népszerű megmérettetését, melynek döntőjén több mint 160 kárpát-medencei diák vesz részt a következő napokban. A diákok szépen felkészültek, mert megnyerték ugye a megyei versenyeket, úgy jöttek ide a döntőbe. Van egy szabadon választott szövegtolmácsolása, illetőleg egy kötelező, ismeretlen szövegtolmácsolás és közben egy írásbeli feladatot fognak megoldani. Remélem mindenki sikerrel és jól fogják magukat érezni itt a versenyen. A megnyitó résztvevőket Győrváros önkormányzata nevében Fekete Dávid köszöntötte. Nem ez az első alkalom, hogy ezen az ünnepi megnyitón, ezen az ünnepi alkalmon részt vehetek, de minden évben nagy büszkeség és nagy öröm számomra, hogy itt lehetek önökkel, veletek együtt. Hiszen azt hiszem, hogy Győr városának egy olyan szép hagyományáról van szó, amely már több mint 50 éves múltra tekint vissza, de régen rossz lenne, hogyha csak ez az 50 év, 51 év most már jelentené ennek a versenynek a kiválóságát. Hiszen nem szabad elfelejtenünk azt, hogy több mint 5 évtizede elkötelezett tanárok, pedagógusok és vállalkozó szellemű, versenyszellemű diákok vesznek részt ezen a megmérettetésen. Nem csak az iskola, Győr számára is óriási elismerés, hogy az értékmegőrző és értékteremtő versenynek egyre nagyobb híre van határon innen és túl. Már a tavalyi évben egy külföldi utazás alkalmával beszéltem Kövér elnök úrral, és kértem, hogy ezt a versenyt mindenképpen támogassa, és ez meg is történt. Egy jelentős összegű támogatást, mint házelnök biztosította a verseny megrendezéséhez. Egyébként ő azért nem tud ma itt lenni, mert lengyelországi útja van, és ott kell helytállnia, és éppen ezért alelnök úr Gulyás Gergely érkezett a versenyre. Tudni kell azt, hogy Kárpát-medencében ez a legnagyobb olyan seregszemle, ami a magyar nyelv művelését érinti. Kövér László nevében dr. Gulyás Gergely mondott köszöntőt, elismerve mind a verseny évek óta tartó töretlen színvonalát, mind a diákok teljesítményét, mind pedig az iskola szervezését. A magyar nyelv a magyar nemzet egyik legnagyobb értéke. Joggal és sokkal vagyunk büszkék a saját nyelvünkre, hiszen teljesen egyedi, más országok polgárai ezt nem beszélik. Hogyha egy angol vagy egy spanyol a világ más táján jár, akkor gyakran találkozhat olyanokkal, hogy egy más nemzet fiai angolul vagy spanyolul kiválóan beszélnek. Nekünk ilyen szerencse vagy szerencsétlenség nem adatik meg, teljesen unikális és egyedülállóan szép a magyar nyelv, ezért ennek az ápolása, az gyakorlatilag a nemzet hosszú távon való megmaradását biztosítja. A Szép Magyar Beszédverseny fiatal tehetségei a következő napokban adnak számot tudásukról, vasárnap pedig a Városházán tartandó eredményhirdetésen kiderül, ki bizonyult a legjobbnak 2016-ban.